Salafinta Szabó legény. Készült Wilhelm Hauff meséje alapján. Magyar hangok. Miller Zoltán, Bencz István, Udvaros Dorottya, Szombati Gyula. Rudas István, Rutkai Laura. Forgatókönyv Jaroszláv Dietl. Rendezte Dusan Rapos. Egyszer egy derék szabólegény. Labakánnak hívták, és egy jó nevű alexandriai mesterműhelyében dolgozott. Igazán nem lehetett azt mondani róla, hogy nem tud bánni a tűvel. A dologhoz látott, finom munka került ki a kezéből. Néha órák hosszat egyfolytában vart, oly sebesen, hogy beleizzott a tűje. Máskor viszont csak ült és maga elé bámult. A jó ég tudja, mi járt a fejében. Csak vigyázz! Sok évenbe került, míg megszereztem ezt a rendkívül értékes tárgyat. Valóban olyan értékes? Nem csak, hogy értékes, de nehéz megfejteni. Tényleg? Szeretném, ha a kaftánom itt nyitott lenne, hogy mindenki láthassa. És mély, sötét színű legyen. Igen, ahogy óhajtod. Az amulettet itt hagyom, hogy lásd, mennyit kell kivágni. Jó benyomást akarok tenni a szultánra. A szultán személyesen fogad? Igen, a szultán személyesen. De úgy vigyázz rám, mint a szemed fényére. Sok okos ember próbálta megfejteni, de még senkinek nem sikerült, legalábbis eddig. Én magam is hiába próbálkoztam. Akinek sikerül, az élete végéig gazdag lesz. A gombok színaranyból vannak. Vart fel a kaftánra mindet. Áruld el, nemes uram. Mi az, amit még el szeretnél érni? Akinek aranya van, annak mindene van. Úgy hírlik, te ügyesen varsz. Remélem, rászolgálsz a jó híredre. Akkor készíthetsz még egyet a vezírnek. A vezír szereti a titokzatos rejtélyeket. Már alig várom, mit fog szólni ehhez a feladványhoz. Mester? Igenis, uram. Holnapra kész legyen a kaftán. Igenis, uram. Láss hozzá. Az élete végéig gazdag lesz. Gazdag leszek, tekintélyes akár a szultán. Tessék, válasz magadnak, uram. Ez kell. Remek választás, jó ízlésre van. Thank you.
Ide adott, hé! Na, elvittem. Köszönöm, Ura. Köszönöm. Na. Te, mit képzelsz? Az a kaftán magától fog megvarródni? Odaülsz az asztalomhoz, hogy szem előtt legyél. Így tétlenül. Hát ez meg mi? Beszélő tű? Én beszélő tű vagyok, te viszont egy lusta szabóinas. Talán tilos pihenni egy kicsikét. Ha nem akarod, hogy kirúgjanak, vagy fenyítést kapj. Csitte, kis pimasz. Nem tűröm, hogy kioktassanak. Nem vagyok már kisfiú. Mit képzelsz? Labakán, labakán, ha a lustaság fájna, te üvöltenél! Bum! Mit látnak szemeim? Azaz, hogy mit nem látnak? Még csak most kezdtél neki? Allak, hogy lesz ez így kész holnapra? Legyen egészen nyugodt, kész lesz. Ó, labakán! Én nyugodt vagyok, de te... Ha nem leszel kész, kidoblak. Fogj hozzá, labakán! Hallod, hogy nincs idő lustálkodni? Elhallgass, te ostoba! I need lasso buttons made of gold, golden trim. But the gold is not for me, it's for him. Golden wealth were made for nobles, merchants too. Sultans and kings, not for you. A tailor sews the buttons on, sews them on. Then his lovely work is gone, it's all gone. A tailor only dreams of gold as he sews. He's neither noble nor a king, nor a king. Látod, ha akarsz, tudsz te olyan gyorsan is dolgozni, mint száz szabóinas. Nagyon jól áll. Fogadd elismerésemet, jó uram. Olyan vagy, mint egy igazi herceg.
Nos, tökéletesen egyetértek. Nemes uram, szabad egy táncra? Megtiszteltetésnek veszem. Nem értem. Csak a bajt keresed. Vigyázz! Tudod, hogy a gombok színaranyból vannak. Remélem, Labakám már végzett a munkával. Mert ha nem... Jaj, inshallah, ez a fiú elvitte a kaftánt, és megszökött vele. De csak kerüljön még egyszer a kezem közé, kirázom belőle a lelket. Ilyen egy semmire kellő naplopó. Labakán, ezt még megbánod. Még nem késő, fordulj vissza. Eszembe sincsen. Látod, hogy hajlongnak nekem, mint egy nagy úrnak. Csak mert így vagy öltözve. Nagy úrnak lenni jó. De ez csak a látszat. Loptad a kaftánt, és a tolvajnak kézlevágás jár. Akarsz lovat venni? Megülni se tudod. Az legyen csak az én gondom. Puhább ez a nyereg, mint a szultán derékalja. Ehhez mit szólnál? Na, mi? Köszönöm, uram. Most már csak egy jó ló kéne hozzá. Hey, megvenném a lovat. Arannyal fizetek. Mi? Egy ilyen nemes úr az én lovamat?
Egészségesnek tűnik, és biztos kezes is. Ó, hiába, aki ért a lovakhoz. Olyan kezes ez, mint a bárány. Lovaglás közben olvashatod a Koránt is. Csak egyetlen hibája van, nem tud beszélni. A gyors vágta nem erőssége, de érvényes rá a régi mondás. Jobb későn, mint soha. Nagyszerű, világéletemben ilyen állatra vágytam. Na, keríts hamar egy létrát, hogy felülhessek rá. Hogy micsodát? Azt akarod mondani, hogy nem tudsz felülni a lóra? Ugyan, nálam jobb lovast nem találsz. Tucatszor tettem meg az utat Medinából Mekkába lóháton, csak az utóbbi időben kicsit rendetlenkedik a derekam. Tudod, jobb az óvatosság. Az biztos. Tudom is, mit csinálunk. Erre úgy finn. De szép állat. Bizony szép. Teljék örömöd benne, Urfi. Meglásd, jó társad lesz, na gyerek. Urfi, létrám ugyan nincsen, de van egy jobb ötletem, meglátod. Leszek, fogd! Köszönöm! Most már mindenem megvan. Csak hogy két gomba, szegény a De nézd, mennyi maradt! Elég meglepő. Az életvonalat szokatlan ívű. Egy karavánt látok. A sivatagban hosszú. Nagy tisztesség vár rád, és gazdagság. De előtte ki kell állnod egy nehéz próbát. Köszönöm, kegyes jó uram, nagyon köszönöm. Ízlett a főztöm? Nem volt rossz. Megfordult a fejemben, hogy itt maradok egy pár napig. Á, az számunkra nagy megtiszteltetés lesz. És te? Nem vagy éhes? Rendelhetek neked is egy darab bárányhúst, ha akarod. Pompás illata van. Nagyon jól tudod, hogy mit ők nem ehetünk. Vékonynak kell maradnunk. Hát ilyen az élet. Jó estét, uram. Tessék! Megengedett, hogy letelepedjek mellé? Ez a hely csak a legmagasabb vendégeknek van fenntartva, akárki nem ülhet ide. Nem tudtam, uram. Tanulj meg! Ugyan már, miért küldenénk el? Van itt hely még egy ember számára. Ülj csak le, barátom, és tarts velem. Egyél így áll, kedved szerint. Tessék, ezt kóstold meg. Igen!
Itt vagyok. Tessék. Hosszú utál mögötted? Meglehetősen. Gondolom kecstelésből utazgatsz. Mondhatni. Én nem különben. A legjobb dolog utazgatni, világot látni. Ez igaz. Az embernek megengedik a körülményeit. Azokat úgy kell alakítani. Az éjjel szavam az, hogyha eléggé akarsz valamit, az meg lesz. Akkor te nagyon szerencsés vagy. Igen, így igaz. Mivel a gazdagság vonzza a szerencsét. Biztos? Te nem hiszed? Meg akarnak pihenni az urak. Hát ezek meg... Bega és Bayazid. Ők gondoskodnak róla, hogy vendégeink szobájában ne legyenek csótányok. Mindössze egy nagy gondom van. Nincs mindkettőtök számára szobám. Hát akkor... Semmi baj. Nekem jó lesz az istálló is. Majd a lovakkal alszol. Jó ét. És... köszönet a meghívásért. Számomra volt megtisztelő. Szóra se érdemes. Igen, csak jóra való ifjúnak tűnik. Gondolkodom rajta, hogy megteszem lovászomnak. Na jó ét. Ó, elnézést, hogy szóval teszem, de a számlád már nagyon magasra rúg. Ki kell egyenlíteni mielőbb. Egy gombocska is megteszi, és neked az semmiség. Való igaz, tényleg nem nagy dolog. Hiába is keresgélsz, Rabakán. Már nincs egy sem, mindet elosztogattad. Eresszetek el, gazvickók! Kifelé! És többé meg ne lássalak itt! Ezért még meglakod! Így búcsúztatnak itt egy előkelő vendéget? Semmi baj. A szobái úgyis poloskásak voltak. Az a ló a tiéd? Aha, egy aranygombért vettem. Micsoda gyönyörű munka. Az a tőr, és ez a ló, az összes vagyonom. Sok mindent láttam életemben. De szavamra, ilyen gyönyörű tört még nem.
Az apámtól kaptam. Erről fog megismerni, ha viszont lát. Az apád nagy ember lehet. Milyen régóta nem láttad? Soha nem láttam. Ah, ki a te apád, ha szabad kérdeznem? Mondd csak, milyen messzire van innen az El Seruja oszlop? Te annyit utaztál. Az El Seruja oszlop? Azt a helyet nem ismerem. Már 3 napja úton vagyok. Időre kell odaérnem. Jó ét, barátom, ha szólíthatlak így. Nagyon köszönöm. Megtisztelő. A nemes ifjút. Maradj már csendben. Nem szégyelled magad? A barátjának nevezett. Az agyamra mész az akadékoskodásoddal. Ha neked annyira tetszik, hát akkor maradj csak vele. Vagyok benne, hogy nagyságod már észrevette ezt a fiatal utazót. Itt, merre? Nem lát? Ott, azt. Vezír, nem vagyok vak, mit képzelsz? Már régóta figyelem. Hol is van most? Áldassék a próféta, aki épségben megtartott. Ölej meg! Öleld meg öreg édesapádot, Omar fiam, hát itt vagy! Apám, drága apám! Fiam, milyen sovány vagy! Kisbaba voltál, mikor utoljára láttalak! Gyere! Szabad? Ülj le! Emeljetek föl!
előre! Egyáltalán nem nehéz. Nagyságos uralkodó. Mi az már megint? Kérem, figyelmez rám egy percre. Beszélj hát. Rászedtek, nagyúr. Aki veled szemben ül, hitvány csaló. Én vagyok a fiad, Omár. Azt akarod mondani, hogy engem bárki rászedhet? Szóval te lennél az én fiam, Omár. Nem volt szándékomban rád törni, apám. Tudom, hogy a látszat ellenem szól. A ruhánk, a lóvunk és főként a tőr. Megértelek, hogy... Agass! Nem tudod, kivel beszélsz. Az ilyen külsőségek, mint ló, öltözék vagy egy tőr nem számítanak a szultánnak. Ő nem annak alapján ítéli meg az embert. Hát minek alapján? Ez jó kérdés. Azt őre kell bízni. Az ő hatalmas bölcsessége mindenki előtt köztudott. Meg tud különböztetni egy álherceget az igazitól. Massalla, Tismalla, Vallani! Ha belegondolunk, ez igaz. Nem szoktam tévedni. Nagyon, mit is várhatunk egy kis szabócskától? Nagy eszességet, bölcsességet, aligha. Allah határtalan bölcsessége folytán okos fiúval ajándékozott meg. Majdnem olyan okos, mint az apja. Várjatok! Várjatok! Ez nem lenne méltó ilyen örömteli alkalomhoz. Majd lecsapjátok a fejét később. Csak nem azt akarod mondani, hogy te megfejtetted? Ó, fiam! Nekem adod. Ez csodálatos, fiam.
Hurra! Gura! 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 Életem párja, drága hitvesem. Te ki fényességet gyújtasz esendő szívemben. Nagy örömhírt hozok. Íme a fiunk, aki után úgy sokáig sóvárogtunk. Ó, magasságos ég. Azt hittem, soha nem jön el ez a pillanat. Hogy soha életemben nem látlak viszont. Azt mondod, te vagy Omar? Igen, miért? Nem értem. Kételkedsz tám benne, hogy ő az? Szemernyi kétel sincs bennem. Tudom, hogy nem ő az én fiam. Nem őt láttam álmaimban. Ez az, amit itt látsz, nem álom. Ez az egyetlen fiad. Elfi bejtőre vele volt? Lássad hát, igen, vele volt. Tőlem lopta el. Én vagyok a fiad, drága anyám. Ki a fiam? Kétség nem fér hozzá. Vigyétek innen! Hogy engedhetted be? Hogy tehetél ilyet? Karóba húznak! Fejedbe peszik akár, csak ő neki! Nézd meg! Elég van, ez tettől! Barzadály! Ez a szom... Kifelé innét! Azt mondtam, kifelé! Nem hallottátok? Mit képzeld? Menjétek a dolgotokra! Ó, te gaz! Mi ez a szörnyű lárma? Hogy merészeltek zavarni? Nem én tehetek róla. Az a kérdés, hogy mit csináljunk vele most? Mit csinálnánk vele? Tömlöcbe vetjük és kész. Hallod? Még a fejét nem veszik. De, jaj, apám, kegyelem! Nem őt, te féleszű! Ezt írni! Ó, te kemény fejű, hát még a sértet! Bele kell verni a fejedbe, hogy tépnék le egyenként az ujjaidat, a füledet, az orrodat, a lábadat, süpögessenek meg forró olajban, és amíg a sebelénk a világlákon nébe! Ó, drága apám, mit tegyek most? Nincs mit tenned, fiam. Menj a szobádba és várj. Én közben beszélek anyáddal. Köszönöm, drága apám, olyan végtelen a te bölcsességed. Biztos vagyok benne, hogy meg tudod győzni őt az igazságról. Igen, igen, így lesz. Mondd meg az úrnőnek, hogy beszélni szeretnék vele, és a szokott helyen várjon. Mondd meg, hogy ne késsen. A ruhámat.
Bevartad ezt? Ez borzalmas. Mindjárt szétesik. Nagyon sirány munka. Nézd meg ezt a gombjukat. Ez neked gombjuköltés? Kicsúszik belőle a gomb. A lovam abrakos tarisznyája is különbül van megvarva. Én nem merném szabódnak nevezni magam. Ha ilyen munkát adnék ki a kezedből. Nézd csak meg ezt a nyakkivágást. Ez az öltözék nem méltó a szultán fiához. Lehet. Nem. Várj csak. Ez jó lesz. Ez a fiú volt az oszlopnál a megadott időben? Igen, úrnőm. És a kezében ott volt a tőr? Biztosíthatlak, igen. Azt mondod hát, nincs okom kételkedni. Nincs, kegyes úrnőm. A másik fiú viszont csak Szabó. Á, szóval Szabó. Ez egyre cifrább. Egy Szabó! És mit tudsz Elfibejről? Csatában életét vesztette, és az ellenség egész háza népét fogságba ejtette. Akkor bárki mondhatja magáról, hogy ő Omár. Asszonyom, a nagy vezír óhajt veled beszélni. Azt mondja, nagyon sürgős. Akkor már tudom, hogy a szultán vár a szokott helyen, a teraszon. Megint hallgatózol? Nem szokásom, szó se lehet róla. Csak véletlenül arra sétálsz. Tudod, hogy Omárnak lettél ígérve. Édes lányomként neveltelek, amióta szüleid meghaltak. Mindent megadtam neked, amit lehetett. Kifejlesztettem benned az igazságérzetet. Eljött az ideje, hogy hasznát vedd. Nos, mondd. Mi a véleményed? Hogy ez a fiú álherceg. Azt akarod mondani, hogy a másik fiú jobban tetszik? Sokkal jobban tetszik. Nemes és délceg. De nem ez a fontos. Tudom, hogy ő Omár. Ébresztő! Az én palotámban nincs alvás őrségben! Azt tudod, hitvány kutya, hogy ezért fejedet vétethetem? Köszönöm kegyességedet, nagy uram. Köszönöm. Mállaknak köszönt. Hmm.
Aha. Omar, hadd mondjam el, nincs veled semmi bajom. Ellenkezőleg, nagyon kedvellek. De hát az élet már csak ilyen. Nincs igazság a földön. Hiába az egyik ember szép és gazdag, a másik pedig a kezével keresi a kenyerét. Szabadon engedlek. Vedd a lovad és poroszkálj el. És ne is térj vissza soha. Úgy beszélsz, mintha tiéd lenne a világ. Ismerd be, hogy félsz. Holnap is lesz nap, és ezt jól tudod. Az nem számít, hogy mi ketten érezzük. Meg kell győznünk a szultánt. Azt tudom, de hogyan? Egy szót se többet. Hívd be az énekeseket. Zenét. Kórus! Hogy elűzzük a fejfájását. Hogy ne hallják, amit mondunk. Gyertek, 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 hamar! Gyertek hát, gyertek! Mindenki itt van? Ima a prófétához. És hopp, és hopp, következő, és hopp. Most én tovább, jövök. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. És hopp, ez az. Mi következő. Folyik itt? Majdnem fejbe vágtak. Omar, Omar, na, Omar. Úrnőm, minden uralkodók legnagyobbika, a folyók és erdők legfőbb ura látni kíván. Én is látni kívánom. A szokásos helyen a teraszon. Akkor fontos ügy lehet. Gondolod, úrnőm? Miért? Csak sétára invitál. Aha, már is megyek. Megmondhatod neki. A szent próféta legyen veled. Omar. 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 Na? Nem is emlékszem, mikor hívtál utoljára ide. Mit óhajtasz? Nagyon komoly ügyet szeretnék megbeszélni veled. Élet és halál kérdése szó szerint. Megzavart, amit mondtam az ifjúról? Ki kellett mondanom, amit a szívem súg? Továbbra is hallgass a szívedre. Épp arra lennék kíváncsi, hogy mit súg-e percben a szíved. Még mindig kételkedsz benne, hogy ez az ifjú a fiú? Igen. Ezért bizonyítékot kérek a származását illetően. Ó, az én ítéletem biztos. És mi az alapja? Hát a bölcsessége. A bölcsessége? A bölcsességem nem engedni, hogy ítélő képességem ekkorát tévedjen. Értem, mire célzol. Látod? Természetesen. Bölcsességed világszerte ismert. Nincs is náladnál bölcsebb a földön. Te vagy a legnagyobb gondolkodó, és a legnagyobb művész. Sok játékban úgy szintén felülmúlhatatlan. A legjobb férj, és legkiválóbb apa. Milyen meghatóan fejezed ki magad. Itt a szultán! Ha, 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 ha
Felkelni, hopp! Akármit is teszel, különbül teszed, mint bárki más. A fiunknak is hasonlítania kell rád. Ha ő fogja vezetni a birodalmat, hozzád méltó utód lesz. Már is látom a jeleit, hogy Omar méltó lesz. Épp ezzel kapcsolatban szeretnék javasolni valamit. Szórakoztatónak fogod találni. Ha? Szórakoztatónak? Csak egyiktek lehet az igazi trónörökös. Mindketten annak valljátok magatokat, a szultánnak kell eldöntenie. Az ő határtalan bölcsességét nem játszhatja ki senki. Hogy melyikőtök az igazi, az fogja eldönteni, ki varja a szebbik palástot a koronázásra. Aki a leendő szultánhoz méltó öltözetet varja, az lesz megkoronázva. Kezdődjék hát a verseny. Ez nem méltó hozzám. Kartforgatásban első vagyok. Párbajban bárkivel végzek, akit elém hozol. De varró tűvel vívni? Ebben te vagy a jobb. Én trónörökös vagyok, nem hitvány szabócska. Megfutamodsz a küzdelem elől. Ne érj hozzám, te csaló! Tolvaj gazember vagy semmi több! Nem engedem, hogy Galád céljaidhoz felhasználj! Meg fogod te ezt még bánni! Buttons silver, buttons gold, buttons gold. I'll be sultan, cause I'm bold, cause I'm bold. I'll be the richest tailor ever, ever. And I'm bound for wealth and fame, it's my claim. I have always dreamt of gold, dreamt of gold. And dreams come true if you are bold, you're too bold. Just a stitch and it is done, it is done. I'll succeed and I'll have gold, I'll have gold. I'll have gold, I'll have gold, I'll have gold. Tekintsd meg, hát mit alkottam, bölcs atyám. És te is szeretve tisztelt anyám, hát nem mestermű ez. Annyit hiszem, hogy az udvari szabótok képes lenne hasonlót csinálni. Nézd meg közelebbről is. Látod? Igen. Tapítsd meg! Nagyon igazán kemény lett. Valóságos műgyerek. Egyszerűen elragadom. Büszke vagyok rád. Szemre is tetszett a tapintásra mindig. Nagyon ügyes. És te mit mutatsz nekünk? Imádkoztál Allahhoz, hogy segítsen? Hm? Lovagláshoz, kartforgatáshoz értek. Varni nem tanítottak meg. Hogy merészelsz? Ha egy szabócskát akartok a trónra, hát tessék. Allah óvja a birodalmat. Mindjárt tudtam, hogy ő Omar, és lám be is bizonyosodott. Megbocsátasz ezért a játékért? Csak így tudtam elérni a célomat. Most már te is látod, drága uram, melyikük a herceg, és melyik a szabó. Ez a kaftán valóban szép. Köszönöm. Melyik mesternél tanultad ki a mesterséget? Ugyanabból a városból való, ahonnan... Végig tisztában voltam a céljaiddal, de irántad való tiszteletből nem szóltam. Gondoltam, így érdekesebb lesz és szórakoztatóbb. Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy tudsz minden. Igen, de... De mi? Ez még mindig nem elegendő bizonyíték.
Omar nem fél semmilyen próbától. És senkitől. Kapsz még egy lehetőséget, hogy bebizonyítsd az igazadat. De ez az utolsó lehetőséged. Különben tömlöc és hóhér vár rád. Elfibej nem mondta nekem, hogy háborúba indul. Ha mondta volna, nem hagyom magára. Ha megmondta volna, és te vele tartasz, nem találkozhattál volna a megadott időben apád. Anyám, Elfibej nagyon szeretett. Akárcsak az édes fiát. Omar! Gyorsabbnak kell lenned. Az ellenség már rég levágta volna a fejed. Célzol. Ne feledd, hogy te is mozgásban vagy. Ülj egyenesen a nyerekben. Na most megkapod! Nekem kettő van! Nekem is van egy! Vigyázz! Védd magad! Tovább! Védd magad! Mindig erősen fogd a kardot! Látod? Ugyanolyan gyorsnak kell lenned, mint a barátodnak. Omar, gyorsabbnak kell lenned. Csak nem félsz, hogy eltalállak. Mama, bátor leszek. Az anyád halott, és az apád szintén. Hazudnia kellett. Ma vagy 23 éves. Úgy vélem, el kell mondanom neked az igazat. A szüleid életben vannak, Omar. Születésedkor a csillagjósok megjövendölték, hogy 23 éves korodig halálos veszély fenyeget. Ellenséged elemészt, ha otthon maradsz. Ezért atyád engem szánt nevelődül. Ki az én apám? Ramadán 5. napján meglátod. Akkor vár téged az El Seruyah oszlopnál. Menj, készülj fel az útra. Soha nem felejtlek el, Elfibej. Saját fiatként neveltél. Büszke vagyok rád, Omar.
Drága anyám, olyan vagy, ahogy álmaimban elképzeltelek. Ez gyönyörű. Már egy egész hónapja készül. Alig várom, hogy meghallgathassam őket. Az eunuchok kara fog énekelni. Teljes titoktartást követelsz, nagy uram? Teljes titoktartást. Tudod, mit jelent az? Itt vagytok mind vezérjeim. Rendkívül körültekintőnek kell lennünk, ha nem akarjuk, hogy kiszivárogjon az, amiről most beszélünk. Kezdjük hát. Add meg az át. És? Ez a mű neked íródott, kegyes nagy szultán. Ehhez fogható zenemű eddig nem is létezett. Akkor a női kórus nagyon irigy lesz. Mondd meg, hogy kezdhetik. Fontos megbeszélni valóink vannak. Ahogy parancsolod, fényességes szultán, adjatok bele mindent. Ha befejeztétek, kezdjétek előről, míg le nem intem. Halljátok? Ha nem akarjátok, hogy fejeteket vegyék, megsüssenek, megfőzzenek, megfojtsanak, felmégyeljenek és besózzanak, akkor szedjétek a lábotokat, hamar-hamar, futás ki, innen, kifelé, gyorsan, még mindig itt vagytok, hóhérkezőre akartok ütni, hallak nevében, kifelé, kifelé, már itt sem vagyunk. Esküdjetek hát meg mind a szakállatokra, hogy egyetlen szót se ejtetek ki senkinek arról, amit elhangzott. Se ébren, se álmotokban, még a lovatoknak se, semmiféle állatnak, a tulajdon feleségeteknek se. Esküszöm, nem szólok senkinek, még a feleségemnek se. Esküszöm, nem szólok még a feleségemnek se. Esküszöm, még a feleségemnek se. Esküszöm, nem szólok 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 még a feleségemnek se. Rukó, légy jó fiú, és mondjad szépen, Omár. Mondd szépen, Omár, fogadj szót. Rukó, mondd utánam, Omár. A szultán két szelencét akar készítetni.
Az egyikben elrejtik a hatalom jelképét, a másikban meg a szabóságét. Mindkét szelencén lesz felirat is. Az egyik a szultánnak, a másik a szabónak szól, de nem emlékszem, hogy mi. Eldöntötték, hogy melyik dobozban mit rejtenek el? Azt még nem. Holnap lesznek kész a feliratok. Addig nem tehetünk semmit. És hogy szólnak a feliratok? Az is csak holnapra derül ki. Légy óvatos, ha odamész. A nagy vezír emberei követhetnek. Siessen! Gyorsan! Menj, menj! Hamar! Rossz híreket hozok. Mi az, beszél? Senki nem tudja, mik lesznek a feliratok. A szultán saját kezűleg fogja feltenni. Szóval senki nem tudja. Senkivel nem közlik. Mindennek vége hát. Igen. Ezek szerint semmit nem tehetünk. Semmit. Ó, Allah. Ne, nem szabad sírni, akkor elkenődik a festék. Oh. Reméljük, a szerencse Omarhoz szegődik. Megérdemli Allah áldását. Ki az áldott? Ki az áldott? Omar! 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 Ez jó lesz. Nagyon jó. Vigyázz! Majd én megcsinálom. Megmutatom, figyelj csak. Nézd, gyönyörű lesz. Jaj, milyen csinos lesz. Ne! Szép vagy! Hogy merészelsz? Férfi ember nem léphet be ide. A szultán fiának nem tilthatnak meg semmit. Talán a szultán tudja, hogy itt vagy. Mi csinálsz, ha az őrség megtalál itt? Biztos elbánok velük. Tudod, Elfibej mellett kitanultam a harci mesterséget. Mesélj erről, ez olyan izgalmas. Olyan sok csata volt, annyi háború.
Egy napra emlékszem, amikor éppen elefántra vadászunk Elfibbeijjel. Egy emír serege üldözőbe vett bennünket, egy vadhorda. És hogy bántatok el velük? Ő ment a jobb oldalon, én meg balról. Vagy én voltam a... mindegy, régen volt. És sikerült megmenekülnünk, aztán a részleteket elfelejtettem. Igen, hősies harcos vagy. Minden nagyra becsülésem. Az ember hozzászokik. De mit keresel te itt? Az igazat megvalva, egyedül szerettem volna maradni veled. Micsoda véletlen. Én is szerettem volna találkozni veled a következő próbatétel előtt. Az a fiú hazudik. Sajnálom szegényt, nem akarok neki rosszat. Nagy lelkű vagy. Bámullak. Nem lehet könnyű dolgod. Szeretném tudni, milyen próbatételnek vetalászultál. Ha tudná, hogy itt vagy, nagy haragra gerjedne. Ide csak ő léphet be. Én csak azért jöttem... Tudom, hogy miért jöttél. Biztosan a szíved húzott ide. Bátorságod tiszteletre méltó. Nincs már többé kételj a szívemben. Csak te lehetsz a győztese a mai próbának, fia. Nézd el nekem, hogy késtem, nagy uram. Nagy nap van ma. Biztos akartam lenni hát benne, hogy minden rendben lesz. Ez igen dicséretes, drágám. Magam is igyekeztem gondosan előkészíteni mindent. Biztos lehetsz benne, hogy a két szelence tökéletesen egyforma. A legcsekélyebb különbség sincs köztük. Személyesen ellenőriztem, és saját kezüleg írtam föl a feliratot rájuk. E célból tanultam ki az írásművészetet. Az írásművészetet? Nagyon szép felirat. Egyáltalán nem volt könnyű megtanulni. Így senki sem tudja, melyikben mi van. Bölcsességed határtalan. Tudtam, hogy nagyra fogod értékelni. Jöjjön be az első! Íme a fiatok. Már alig várja a próbatételt. Jó, fiam. Mint tudod, kétségek merültek fel hercegi származásoddal szemben. Azért hozattuk be két szelencét, hogy az igazság kiderüljön. Válasz, vagy szerencse és gazdagság, vagy tisztesség és hírnév. Apám, ki lehet szerencsésebb, mint a fiad? És lehet-e nagyobb gazdagság ennél? Így hát, tudom, mit választok. Szerencse, gazdagság. Az élet sok mindenre megtanított, hogy a gazdagság rövid életű, a szerencse pedig forgandó. Egyetlen dolog van, ami örök, a tisztesség. A tisztességből pedig a hírnév származik. Még ha elvesztem is jogomat a trónra, én akkor is ezt választom. Tisztesség és hírnév. Hozzátok a mekkai megszentelt forrásvizét. Gazdaságos úr,
Allah Akbar, Allah Akbar, hallgasd meg imánkat, Allah. Évszázadokon át tisztességben tartottad makulátlan hírű családunkat. Ne hagyd hát, hogy egy mi haszna csaló foltot ejtsen a becsületünkön. Segíts, Allah, hogy eldönthessük, melyik a valódi, és melyik az álherceg. Van itt labakán. Uralkodók legfényesebbike, mit tegyünk az álherceggel? Utas emberek! Így jár minden hitszegő! Nézzétek, mi vár arra, aki uralkodónkat félrevezeti! Gyertek ide, hozzátok, gyorsan! Lőr a fejét a tökére, levágjuk, felvédeljük, jaj, véget már mi lakrezni, levágunk, menjünk te! Levágunk! Az itt megjelent labakán bűnösnek találtatik. Ellopta a tört tulajdonosától. Meggyalázta a hercegi címet, és visszaélt szultánunk jó hiszeműségével. Ítélet azonnali kézlevágás. Édes kicsi tücske, kedves társam. Te megpróbáltad megértetni velem az igazságot. Bárcsak hallgattam volna rád. Ez meg mi? Mit jelentsen ez? A fogok mind? Nem látják? Le kell vágni és kész. Levágni. Levágni. Azt akarod, hogy... Igen, vágják már le minél gyorsabban. Hallottátok le? Mit képzelsz, még mindig érezgeted ezt? Végezzetek már, túl nagy a láb. Hóhér, teljesítsd kötelességed. Úgy döntöttem, hogy megbocsátok. Kegyesség, becsület és megbocsátás ellenségünknek. Én mindig is eszerint próbáltam élni. Menj át békével, labakán, és jegyezd meg ezt a leckét egész életedre. Oh, I dreamed of wealth and gold. But the truth, it did unfold. I won't be rich, I won't be grand. But I have my tailor's hand.
Gyönyörű munka. Igen. Tökéletes lesz egy emírnek. Igen. De Lapakán, miért veszed föl? Hát csak úgy. Látni akarom, hogy jól sikerült-e. Labakán, vedd le azonnal. Eszemágába sincs. Nézd meg, milyen jól áll. Végül is. Majdnem szultán lettem. Szóval nem volt elég a lecke. Elárulnád, mit csinálsz? Azt, amit kell. Talán ebből tanulsz majd. Mostantól fogadsz nekem. Hát, még mindig nem látod, hogy egy tisztességes, szorgalmas szabónak nagyobb a becsülete, mint egy álhercegnek. Jó leszek, megígérem. Esküszöm mindenre. Esküszöm. Azt mondják, ettől a naptól fogva Labakán tisztességesen folytatta munkáját. Ő lett a legjobb szabó a városban. Bár a rossz nyelvek még mindig emlegetik a múltat. Magyar hangok.
Miller Zoltán, Becz István, Budvaros Dorottya, Szombati Gyula, Rudas István, Rutkai Laura. A magyar szöveget Rónai György műfordításának felhasználásával Székely Anna írta. Szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Kardos Péter, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Sarodi Tamás, szinkronrendező Prehorovszki Béla. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Fényképezte Stanislav Szomolányi. Zene Angelo Mihajlov.